Hát kezdeném a pályafutásomat Győrrel, ott mutatkoztam be az első osztályba, és egy sikeres szereplés követően egy harmadik edzés után elmentem Zalaegerszegre kölcsönbe, mert az akkori edzőmmel nem jöttem ki annyira jól. Utána Zalaegerszegen sikerült egy nagyon jó fél évet produkálnom, ezután kötöttem szerződést a Videótonnal, ahol egy évet töltöttem el. Elég sok sérülés hátráltatott, ezért a klub szerződést bontott velem. Visszakerültem Zalaegerszegre, ahonnan kisebb pénzügyi gondok miatt távoznom kellett úgy szintén, és így kerültem Kecskemétre, ahol fél évet töltöttem el, és most megkerestek a Debrecen vezetők, és így kerültem most ide. Mikor jött ez a megkeresés? Ez a megkeresés már hetekkel ezelőtt, és hát elég nehézkesen tudott megegyezni a két klub egymással, de most úgy tűnik, hogy ez sikerült. Milyen poszton játszol gyakrabban? Baloldali védőként kezdtem, és egy Csank Jani bácsi kitalálta nekem a bal belső védő pozíciót, amit az utóbbi fél évben azt mondom, hogy egész jól megoldottam, és meg is szerettem, úgyhogy ez a két poszt, ami úgy leginkább hozzám test ezen. Mennyire ismered a Lokit, a riválisokat a védelemben? Ismerem őket személyesen. Egyik őkkel se játszottam együtt korábban, de nyilván mindent tudok a magyar futballról, magyar csapatokról, főleg egy magyar bajnok csapatról, úgyhogy tudom, hogy nagyon erős csapatba jöttem, és hogy nehéz lesz bekerülni, de azért vagyok itt, hogy megmutassam, hogy többre vagyok hivatott. Mik a céljaid itt Debrecenben? Céljaim az, december 31-ig szól ez a megállapodás, és ebben a 4 hónapban szeretném bebizonyítani azt, hogy helyem van ebbe az erős csapatban.